Üdv mindenkinek! Szervusztok, srácok! Folytassuk a végigjátszásunkat, ahol most már az elveszett galaxis is maxos, a kaméleon kozmosz is maxos, illetve az összes többi maxos, kivéve a legutóbbi galaxis, ami a toll tejút. Már csak itt kell megcsinálnunk egy-két feladatot, illetve még a becsapódási helynél van egy puzzle darab, amit össze kell szedni. Jelenleg itt tartunk, és a toltej utat fogjuk folytatni a következő egy órában. Itt próbáljuk az alappályákat megcsinálni, illetve a boss fightot is. Kalácska közben itt csapkodja a mikrofont. Mint látjátok, van nekünk itt egy ilyen, hogy ágyugójó futam az alappályák közül, illetve egy orbitális zúzás, no meg persze a boss fight. Ez hihetetlen. Kalács, ne legyél már szerencsétlen. És szóval összeszedtük az első puzzle darabot. Aha, és én fogok utat varázsolni, hogy eljussunk a ládáig. A golyó én vagyok. Egy vagyok a golyóval, és a golyó én vagyok. Na basszus. Sanszos egyébként, hogy már elhagytunk valamit. Nagyon szükséggel az első lövés, azt le kell védeni. Oké. Lehet, hogy golyeszként kéne a szájába menni? Aha. Na, ő az. Ő az a Dark Souls-ból. Ősi kőoszlop felfedezője. Szerintem már az első vitorlánál is voltam. Mindjárt kiderül, mert nem figyeltem, hogy ez melyik. Hajlamos fekete-fehérbe látni a dolgokat. Hát ő a Dark Souls-ból van egyértelmű. Igen, ide varázsolom a dolgokat, hogy ez mégis micsoda, csak befoglalták a kezem. Bár csak látnám, hogy hol vannak az egerem.
Aha, megvan, szerintem megtaláltam. Igen, megtalálom, hogy hol tartunk most. Mondjuk sokat segítene, hogyha karácsok közben itt nem izé szabotálna. Na megvan. Szóval, ő a Slayer of Demons. A Demon's Souls-ból, mondtam én, a Dark Souls. Hozzá Demon's Souls remake-ből? De csak hagyjál már békén. Jó. És akkor nézzük csak. Aha, megvan minden, megvan minden. Nem hagytunk el szerencsére semmit. Ha, ahogy látom, esünk lefelé. Nem baj, most már ebbe az irányba legalább nem kell elindulni. Másnak még a kontrollál se tetszett. Ó! Oh. X! Meg volt bennünk az X! Ez a menőn nézett ki, azt egy sima egyszerű kis bot volt itt. Szavasz, Kanács, Mizu. Pont egy olyan játéknál találta ki, hogy amúgy ő most itt a kezemnél akar szórakázni. aminél egyébként így mozgatnom kell a kontrollert, meg ilyenek. Volt, be kell, hogy szívjanak.
Nem kell véletlen visszamenni és a tetejére ugrani? Ott nincs valami vajon? De mintha ott lenne egy puzzle darab, nem? Hogyha édes Istenem, és el is szúrtam. Azt a rohadt! Na, ezt gondoltátok volna? Júj! Az rik! Jelenségek, hogy menet közben elrejtettek-e valamit. Sorkátok? Ott az nem sorkát, sajna. Na! Nexus lakó, neked lelked van, neki statisztikái. Maiden in Black. Ő is a Demon's Souls-ból van. Hát akkor azért nem ismerem. Szívbe te állat! Aha. Azokat mit csinálnak? Jó. Jól állunk amúgy. Lassan pázol a darabjam. Nyitva kell tartani a szemünket. Na tessék, ott is van. Nagyon jó. Nagyon jó. Hát akkor ezek szerint már megvan az összes puzzle darab. És már csak kis robotkák vannak. No! Oh no! Itt elhagyunk valamit még. Hát bízom benne, hogy nem. Még egy boss. Captain. Short fuse. Ha látom. Bam! Nem tudja. Ó,
BAM headshot! Az nem egy sor tűz, igen? Nem figyeltem. Short fuse-nak olvastam, de lehet, hogy sor tűz. Mondtam, hogy elhagytunk egyet. És a plusz pénz bezsákolva. Vissza kell menjünk, mert ez nem állapot. Amúgy ezzel a pályával egész jók voltunk, egész gyorsak voltunk. Nem. Short fuse. Bár simán lehetett volna short fuse is, mert hogy... Mert hogy magyarítottak már boss nevet, ahogy láttam. A francba. Short fuse, rövid kanóc. Fröcsi, és már mehetünk is. Szóval a végén inkább meghalunk, mint hogy sem elhagyjuk a begyűjtendő kis barátot. Ha tehát valószínűleg akkor mindenféleképpen meg kell ölni az ucsót. Nekem erről van egy titkos info, hogy mennyi bolt van érdekel. Aha, jöhet. Állítólag nem 300, ugye? Édes Istenem, hát hadd ugorjak már oda. Köszönöm szépen a tutoriát, köszi. Ne! Szóval... Ott a süllyedő hajón hagytuk el valahol. Mármint, hogy nem ezen. Nagyon közel. Nem tudtak szétnyomni. Let's go. Cup. Hé, de hát már golyó voltam. Most már nem. Mármint, hogy most már biztos, hogy golyó voltam. Bam! Hé! Na szóval elvileg itt lesz. Aha, ott van. Jövök.
Most már jó. Aranyzászló. Meg is van. És ez volt Demon Souls-os pálya. Ez pedig, vajon mi lesz? Ez Subnautica lesz. Hopp! Hallod. Oké, oké. Majd rájöttem, hogy nyomja a YouTube-ba Dextert, lesz hozzá folytatás. Igen? Mizu Connor. Lemaradtál a Connorról. Szerintem legalábbis. Király amúgy ez a muzsika. Most így nem rémlik. Hogy ez lett volna a korábban. Szervusz, Spyro. Berepülő pilóta. Ez a piránya pilóta. Ez, srácok, a Wipeoutból van, ami egy 2017-es játszi PS4-re. Legalábbis az Omega Collection-jük az akkori. SSD. Ilyen sebesség mellett fegyver már nem is kell. Nekem nem rémlik amúgy a Wipeout, hogy játszottam volna velem. Cicákok! Elvitték a cicákokat! Azt nézzétek amúgy mennyi izé ikonikus Astrobot lesz itt. Pontosabban VIP. Astrobot! Kicsit megijedtem. Csirek. Big Money. Hírek. Hírek. De mit csinálsz itt? Ez, ez, di. Ne, és pofán küldött. Jobban körül kéne nézzünk. Például itt így. Ó, ott van van. Oké.
Ne! Ő a harmadik. Sebesség őrült, ha van erő, nem kell ész. Kirex, Kirex Pilot, ő is a Wipeout-ból van. Speed Freak. Csodálkozok, hogy Scott nem reagált erre azzal, hogy miért mi lett a másik füleddel. Ezt mit mondtam, hogy mire kellett volna reagálni ezzel? Ja, hogy Connor mondta, hogy fél füllel van. Ja, értem. Ez mi? Lükverc. Aha. Na hát ezt akkor nem így kell megcsinálni. Aha. Valószínűleg neki kell dobni. Neki kell dobni annak. Csak nem tudom, hogy így hozzá fogom tudni dobni. Jó, akkor valószínűleg nem így kell megoldani. Pedig amúgy én azt mondtam volna, hogy oda kell dobni. Ó! Oh! És akkor ugye ehhez kell a gomb. Gondolom. Dobni az biztos, de mihez kell dobni? Ja, én azt hittem, hogy ahhoz kell majd dobni, de akkor nem. Antigravitációs ász. AG Systems Pilot. A Wipeout-ból, akkor ez egy, úgy néz ki, hogy egy Wipeout-os pálya. Aki gyorsan érkezik, jó barát. Cicákok. Jó. Azt amúgy meg kell öljük. Jó, tehát most túl gyors voltam. Likvidálni kellett. Az igen, egy űrtehén. Lassan puzzle darabnak kéne lennie.
SSD. Aha, tehát nem lehet ugrani utána még egyszer. Valamikor lehet, valamikor meg nem lehet. Tehát ha csinálok egy ilyet, hát ez gyönyörű volt. Na hát ha csinálunk egy ilyet, hogy így ugrok. Ez szintén gyönyörű volt, mert itt már nem kellett volna akkor átugrani. Tehát, ha itt ugrok egy ilyet, ha tényleg nem engedi használni a lábakat, akkor viszont csak így ugrunk egyet. Hát ez meg nem volt elég magas. Az új Astrobot játék, PS5 Pro meg az fogja dalolni, hogy 8K. Hogy a fenébe kéne oda jól menni? Jó, hát végül is ez sikerül, de itt nincs checkpoint. Ki találta ezt ki? Nem jó, elszúrtam. Amúgy ki tudunk menni a szélére, nem? Franz sem megy ki a szélére. De... Ez a checkpoint volt? Oké, beadta a checkpointot, de akkor nézzük csak. Tehát ha csinálok egy ilyet, hogy ugrok... Nem tudom, az előbb nem működött. Most vissza kell majd küldeni a rakétákat. SSD. Aha, most is működött. Checkpoint point SSD. Nagyon előre jöttünk, és ez nekem gyanús. Nova rohamozó. Ha van egy klónod, sosem vagy egyedül. Nova rohamozó. Aha. Auricom Pilot. Ez is szintén a Wipeout-ból van. Hogyhogy arany lett a kontrollered. Olyan skint raktam be. Ó! Oh! Ez ötletes. SSD. Azt hittem, hogy nem raknom ide egy checkpointot. Yeah! Ne szívass!
Itt van még valaki. Mert ezt látom. Édes Isten, a troll mindenedet! Jó, ez úgy néz ki, hogy itt nem játszik. Hát ez itt sem. Ott van. Jövő versenyző, vigyázz hova célzol a szuperrakétával. Ő a Feisher Pilot, szintén a Wipeout-ból. Ez tiszta ilyen Fall Guys. SSD. Checkpointos megvan. Az a kérdés, vajon hol lehet a puzzle darab? Itt. Itt van. Tehát akkor most már csak egy bot hiányzik. És D. Nem enged hátra nézni. Überfo, megint elhagytunk egyet. Csak vissza. Ha kiveszel egyet a nézők közül. Jó. Az a gond, hogy szerintem innen nem látjuk az utolsó robotot. De jól állunk. SSD. Add vissza. Az enyém. Szerintem nem kell a segítség most.
speedrun. Ja. Gyere, gyere. Milyen jó lesz itt végigmenni. Lehet mégiscsak kellett volna a segítség. Nem gondoltam bele, hogy itt ez milyen pályarész. Megidegesítőbb, hogy itt nincs checkpoint. Hoppá! Ja? A checkpoint. Üdvít mindenkinek, srácok közben, hali-hali. Szóval valahol itt hagytuk el. Itt volt ugye a puzzle darab. Olyan elvitte innen.
Hú, az... az mondjuk nem vágom. Aha, tehát idehoztam. Oké, ez is megvan, és akkor eladjátjuk a bolygót. Köszi szépen egyébként, nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, DJ Killer, Zsivány Zseb, hashtag DC, Assassin Live, köszi. Üdvén már hivatalosan is a feliratkozott vadászok között. Mehet a boss. Na, ez valószínűleg nem lesz egyszerű. Egyetlen egy, akkor az a végén van. Milyen képességet kapunk a végére. Látom, ebből a gameből még lesz egy-két stream. Hát ezen kívül egy még biztos, hogy lesz. Plusz 18, az volt odaírva. Hát ezt teljesen fölöslegesen öltük meg. Ez már az. Ah, tehát el kell engedni, oké. Okay. Tehát gyanús volt. Ott a Discord jel. Szóval nem szabad golyászként maradni, mert lelök. Örül.
Megyek már, megyek már. Kösz, hogy megvársz. VTF. VTF. Száva Éloy! Gyere Éloy! Gyere az aranypalipámra! A robot zsiráf! A robot zsiráf, srácok! Na nézzük. Ez a pálya. A gépi garázdák. Angolul machine learning. Mehet a Horizon pálya. Az a zsiráf nekem jött. Aha, jó. De majd vissza kell jönni az elejére. Ú, de jó. Milyen csönd van. Szia, Vicsike. Na most én leszek Éloy, figyelj. Ú, répával, robbanó répa. Bam! Nekem is akar adni répát. Ezzel célozni kell. Isten. Ha-ha! Nyuszi meg elszórta a répáit. Azt látom, hogy meg kell ülni. Elsőre. Jújjúj, na azt nem. Szalabatidor. Azt figyel, slow motion headshot. Üdvid mindenkinek, szevasztok srácok. Ott van egy. Na ő a... tudjátok ki, ahogy én nem vágom. Ő a Erend. És tudjátok, hogy miből? A Horizonból. Hűséges Oszerám, épp oly megbízható szövetséges, amilyen jó harcos.
Azt hittem Obi-Wan. Eren Best? Ő mindkét játékban benne volt? Vagy vele találkozunk a második rész elején? Lehetett, hogy már nem emlékszem. Jézus. Jó, az robbant. Az mi? Ja, rohadt jó a zenem. Eloy első barátja. Na és ő pedig a... Tudjátok, ő a, az az enemy. Ő az, akit úgy hívnak, hogy biztonsági felderítő, rajta tartja a szemét. A Watcher. És tudjátok, hogy miből van? Horizonból. Hogy nyomják a gépen. Ez mind a Horizonból van bizony. Egy, bam, még egy bam. Idén a Horizon Lego Game? Nekem valami olyasmi rémlik. Ó, ezeket a köteleket át lehet szakítani. Valamilyen kötelek voltak a Horizonban is, de... Én aztán meg nem mondom. Forza Horizonban van, igen. Ó, gácsa! Csapdák, tényleg a csapdák voltak. Na, te is nyomtad ezt a gémet, Fish? Na, hát igen. Ez volt itt a trükk. Aha, ott lóg Kratos. Csapattad? Jövök. Na ő a... Rost. Rostos. Rostos, mondom. Kratos. Kratos. Na és mondom, miből van. Na, ő is a Horizonból van, úgy néz ki. De csak az Irodont, tervezem az újat is megvenni. Na. Hát az új az, ha valamiben nagyon jó, az az, hogy brutál jól néz ki. Én ennyit tudok hozzá fűzni. Zsiráf!
hogy ezeknek a szörnyeknek is ezeket az energiacelláikat, vagy miket kellett szélozni, hogyha így nagy sebzést akartunk rájuk osztani, azt hiszem, legalábbis, hogy voltak olyanok. PC meg aztán különösen jó volt célozgatni. Ez nagyon tetszett. Szevagardrop. Ja, felmegyünk majd a tetejére. Ha leengedi a játék. Persze. Jövök! Ilyen abúzálások mennek itt, kérem szépen. Na, ő a... Fűnyűvő, a tökéletes fűnyűvő. Na, ő az, tudjátok. Ő a Grazer. Lézer. Bambi. Bambi? Hát, hát nem, ő nem tudni, hogy miből van. Bambi szerintem Diablo, vagy Last Epoch. Szerintem fel kell ugrani rám. Át tudunk ugrani így? Jó. Yeah! Ő veszélyesen. Nagyon menő. Oké, még van egy. És ugye az elején van egy pár zöld darab. Na, ő az, aki, tudjátok, ő az a... Silence, ő az. Nagyra becsült vándor, öröki a tudás nyomában. Ő az. Silence, meg volt nektek, srácok? Jurassic-ból van. Na, boss fight-os jön. Ott egy PS, csak mondom, egy festett PS. Mondtam én, hogy a Jurassic-ból van. Blunder Joe. Toin, toin. Szia, farkasgál!
Frostpunk benne van a Game Pass-ben. Ez elég jó deal. Jesus! Jó. De azt hittem már az új LEGO játék, amiben benne van Halo is. Nem, nem, ez még nem az. Én is terveztem, hogy kipróbálom majd a Game Pass-be az új Frostpunkot. Még az új Frostpunk is benne lesz a Game Pass-be? Azt hittem, hogy csak az első rész. Második rész is benne lesz, wow. Ne! No, no! Igaz. Megzavarodott a rakéta. Ez érdekes end volt amúgy. Már elő is telepíthető? Nagyon durva ez a Game Pass. Szegény PS. Egy PS borító. Megvan az alkatrész. Egy borító! Ez a legtrendibb módja a légköri hőhatások kivédésének, az anyahajó védőfedelem. A deluxosoknak elvileg már elérhető a Frostpunk 2, elvileg már lehet játszani. Úgyhogy nem tudom, hogy a Game Pass-ben valószínűleg az alapverzió van, amivel csak még 3 nap. Valahogy úgy, még 3, azt hiszem 20-ától érhető el az alapverzió. A kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy oldják meg, hogy rakom össze. Le kell takarítani, de hát ez tetszik. Ja, döntéssel takarítok. Egy kis Power Wash szimulátor. Bár ezt tudom, hogy nem ilyen, de hasonló. Aha, már elfelejtettem, hogy melyik meréssel. Aha. Jó, ez a takarítás nem lesz a kedvencem kontrollára, tehát hogy ezt valahogy így kell csinálni. Remélem a másik oldalt nem kell. Nem mondtam, hogy éjfélk van. Honor. Azt mondtam, hogy délután jár le az embargó. Hadd törjön szét a menet! Nem hallottátok, jó, már nem jó mikrofon? Te vagy már nem jó mikrofon. Valószínűleg amúgy hamarabb lehet streamelni, mint a délután. De a deluxosoknak biztos, hogy délután a megjelenés. Vagy 4 óra, vagy 5, vagy 6, valami ilyesmire emlék.
Szia, Eminem, Sárga Bögre, legnagyobb magyar nyelvtörök zenét hallottad már? Nem. Srácok, megcsináltuk. Kész. Összeraktuk a PS-t. Ennek az elején van egy USB-C csatlakozó. Megszerezted az anyahajó védőfedelét. Na már csak 6 hiányzik a 300-ból. Tiéden is van? Hát az enyémen is van. Amúgy tényleg van. Az új PSN, ami nem a PS5 Pro és nem a Slim. Bár lehet, hogy... Amúgy lehet, hogy a Slim az új, nem tudom. De hogy az új PSN már kevesebb USB csati van az elején. Vagy a hátulján? Összességében kevés van, az biztos. Akkor nem a C-be más, hanem az USB sima csatikba más. Azt hiszem az újaknak nincs az elején sima USB csati, vagy nem tudom, valamelyik nincs. Ja, ezen van még sima USB, meg USB-C. De ja, az első generációs PS5-ön azon 3 csati van, 3 USB-C, 3 USB, sima USB van, az újakon meg 2. Na, ott van az UFO. Bosszúállók! Egy-egy ürekezés. Let's go! Play Squadron Go! Rising Blue Thunder Force 5. Édes Istenem! Azt nézd! Hé! Jó. Júj! Márjál, most ott... Néha le tudjuk védeni, néha meg nem. Ugye ezeket nem kellett volna az aszteroidákat szétlőni.
ez most a legkomolyabb lövöldözés. Amúgy jók vagyunk a puzzle darabokat illetően. A francba. Most nézem, hogy leégette a kontrolleremnek a szélét. Jó, van, elég lesz most már. Olvastam valahol, hogy a lézert nem kell felvenni. Na most PS3 lesz szerintetek? PS1 volt, PS2, és akkor most gondolom PS3 jön. Azt el kéne kapni. De az elment. Megvan? Hú. Nem, ez PSP? PSP. Anya azt mondta, hogy Vita. Megtámadták PSP-t. Xbox már lesz. Igen, állítólag igen. Ha beadja az Xboxot, az bad ending. PS3. PSP az hamarabb volt, mint a PS3. Wow. Hoppá. Basszus, én azt néztem, hogy itt mik történnek, hogy ott egy kamera például. Na, ott van a PS Vita. Jelentem, nagyon dolgok. Nagyon. PS4! Milyen rohadt jól néz ki a PS4. Ne! Jó, megvan. A lényeg megvan. Sokkal jobban kell dölöngélni, mondjuk itt meg túlságosan dölöngéltem. Jó, ez most meg már a PS5 lesz. És a PS5 megment minket. Bám! És ez micsoda? Már nem is emlékszem, hogy ez micsoda. Na, az komoly. Space Bali, Bully Nebulax. Brackench. Ez jó, az vicces. Miért nem adta be? Mindkettő szemétből bele kellett volna nyomni.
Ne. Aha, random, hogy melyik fázis van, aha. Ha, mekkora troll. Ez a proci lenne amúgy? Leszámolgatás. Fész 2. Az mi? Jesus. Mi történik itt, srácok? Feláldozta magát. Hagyjuk már! Ilyen szomorú befejezése van ennek a játéknak, ennek a cuki játéknak. Hopp, saved, oké. Baited. Mégse. Hát ez most nem tudom, melyik a jobb. Mi fogjuk megjavítani vajon? Ébredj fel! Ja. Odaadja a karját, de aranyos. Jó, valaki adja ide a lábát. Ébredj! Na.
Jó, ő is odaadja, ő is adja a karját. Mondjuk ahogy látom, egy plusz kart adott oda. Szóval, hogy... Jó, és akkor most jöhet láb. Jöhet egy láb. Aztán jöhet a test és a fej. Most jöhet a fej. Ébredj! Mindjárt ébred. Mit látnak? Processzor is nagyon keres van egy HP-t. Belenyomtam. Jó. Jónak tűnik. Végtelenül cuki. Ott is van. Jó, így most már jó. Így most már jó. A good ending. Stáb Fiesta. Na ez mehet. Stáb Fiesta. Gento. Na jó. Érted? Úgy csinálják meg a stáb listát, hogy nagyon szívesen végigjátszod. Oh. Egyet kihagytunk. Art Direction! Hoppá, hát ezt elszúrtuk egy kicsit. Modellezés. A golyó én vagyok. Ha látok magyar neveket, szóljatok. Ó, igen. Maki, Kava. Kell legyen? Hát, hogyha van, akkor az király. Concept Art. A zenés csapatán lehet, hogy lesz magyar. Hallod. Ja, itt már kaptok az időlassítós képességet, nem is figyeltem. Magyar játék? Persze. Minden játék magyar. System? Ó, igen, megkaptuk, pedig ez nem is volt ebbe a részben. Ez a fegyver. Technical Art. Sound Design. Ötletes amúgy. Erre meg megkaptuk ezt. Amúgy ez a fegyver a titkos pálya, titkos univerzum utolsó pályáján van. Szóval lehet, hogy valaki ezzel nem is találkozik szerintem. Oh yeah.
Nicholas Dowcett. And you. Oh. Ah. És én. Tehát itt ti mindannyian valójában nektek is írták. Na. Mit szóltak, srácok? Most már mehet akkor a névvadászat. Ott egy Groot. Brutál. Brutál, hogy a Playroomhoz képest ez milyen durva lett. ...2013-as az első Astro játék, aztán. És az is inkább ilyen tag demo volt, ha jól emlékszem. És ha azt nézzük, hogy az előző játékhoz képest ez milyen durva lett, persze azt is lehet mondani egyébként, én elfogadom, hogy ez igazából az annak csak a továbbfejlesztett verziója, de azért az csak egy tech demo volt, valljuk be. És tech demohoz képest az milyen királyjáték volt. És azt egy kicsit túltolták most ebben a részben, és megkaptuk ezt egy teljes értékű játékként. Ez a játék, hogy is mondjam, értékét növeli, hogyha tudod, hogy mik azok a kis botok, amiket így találsz. De nem tudom egyébként, hogy elvesz-e neked az értékből, hogyha így igazából nem annyira vágod a világot. Hamarosan jön ilyen ingyenes DLC-hez. Komolyan? Ehhez a játékhoz jön DLC ingyenes. Azt láttam, hogy az Astro Playroom az kapott contentet. Sőt, az már lehet, hogy nyáron kapott contentet, ugye, ahogy ezt belengedték. Lehet a Concordot is tech demóként kellett volna. Jobb, mint a legtöbb mai AAA játék. Ja, durva, hogy milyen kvalitire összehozták amúgy ezt. Alapvetően egy platformer játék, ami így végig navigál ezen a történeten, és igazából nem is kell, hogy mindent összegyűjts. Tehát nem kell az opcionális rész sem, nem kellenek a puzzle darabok sem, el vagy anélkül. Nyilván van egy-két boss, ami ilyen szivatósabb, de hogy alapvetően nem egy nehéz játék. A nehéz rész az ott jön ki, hogyha opcionális pályákat akarsz megcsinálni. Helldivers, Stellar Blade is lesz benne a DLC-ja. Mi van, ó? Tök jó. Ó, csináltak egy szívecskét. Úgyhogy ja, szerintem nagyon jól összedobták. Ráéreztek arra, hogy mi kell így az embereknek, úgymond. Örülök, hogy elmentek ilyen irányba is. Új galaxis fedeztél már, most már bármikor újra játszhatod az izgalmas végső csatát. Na, itt déjà vu dimenzió, hanem már megvan minden. Na hát, eddig sikerült most eljutnunk, srácok. A becsapódási helyen kell még egy puzzle darab. A toltej úton még kettő. És hat a toltej útról, hat kis bot. És akkor meg lesz a 300. Úgyhogy, hát most nem fogjuk tudni kimaxolni a gémet. De legközelebb
Latina. De most befejeztük. Úgymond a történetet befejeztük. De a kimaxolás az még, ahhoz még kell egy stream. Hát nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy végig kísértétek ezt a kalandot. Tudjátok, hogy nem sok játékot játszok már végig így egy pár éve, mert nincs rá akkora igény, de ez úgy gondolom, hogy egy jó döntés volt. Én nagyon élveztem. A platina az meg úgy érzem, hogy igazából indokolt. Ha valakit érdekel egyébként, hogy hogy állunk, messze. Még 20 trófea hiányzik. Ha összegyűjtettük az összes kis botot, akkor utána mehet a trófea vadászat. Az utolsó pálya durva? Hát az utolsó galaxisban már nagyon szivatós feladatok vannak.